Még nem idén, hanem még előtte már jelentkeztünk egyszer. Csak akkor be se hívtak minket így erre a pesti válogatóra. De nem csüggettünk, aztán próbálkoztunk tovább. Rengeteg idő volt egyébként, tehát így suli után is még így 3-6-ig így összeültünk. És akkor így készültünk, igen. Hát igazából az elején már a Pest megyei fordulóra is úgy mentünk oda, hogy megnyerjük az országos. Tehát mindig, én nem tudom, én mindig ilyen vagyok, hogy úgy állok hozzá, hogy megnyerem. Mert egyszerűen csak ilyen vagyok. Szóval, ha úgy állok hozzá, hogy nem is nyerem meg, vagy hogy nincs esélyünk, vagy hogy érjem be a mit tudom én 10. helyen, akkor nem olyan erőbedobással csinálom. És azt, hogy tényleg így elmondom magunknak, meg csapatársan is mondogatjuk, hogy úgyis megnyerjük, az egy olyan motivációt ad, meg egy olyan érzést, hogy akkor tényleg akkor küzdeni kell, és akkor meg kell nyerni, és akkor megigazunk lett. Nagyon sokat tanultam így a verseny közben, tehát elején abszolút nem éreztem volna azt, hogy ez esélyes lehet egyáltalán a végére. Viszont ugye tényleg rengeteget készültünk, és amiatt nagyon benne voltam a témába. Aztán még egy ilyen kétoldalas lappal mentem ki, és aztán mondták, meg én is úgy éreztem, hogy már nem is néztem bele. És szerintem valahol ott kezdődik ez az egész, amikor az ember annyira benne van már a témában, hogy nem kell hozzá lap, hanem így fejből mondja, és tényleg nem is, egyszerűen nem is emlékszem semmire, hogy ott a zsűrik mit mutogattak. Arra emlékszem, hogy az egyik zsűri mosolygott, de ennyi maradt meg az egész 6 perces szónoklatomból, mert annyira el voltam foglalva azzal, hogy mit mondok. És szerintem pont ez az, ami miatt így annyira jól sikerült. Volt egy ilyen válogató, a Global Youth Forum. Ez egy ilyen nemzetközi karpoper világbajnokság tulajdonképpen, ami most volt Írországban, augusztus 13-tól 26-ig. És erre volt egy válogató, még ha jól emlékszem, akkor június elején. És végül aztán beküldtem a csapatba, és most jöttem haza. És egyébként nagyon élveztem, és hát az emiatt volt ugye, mert hogy itt akkor az ott részvevőknek, akik ott voltak az országosan, nekik küldtek egy ilyen kör e-mailt, és akkor pár négy eljöttek, szóval végül is emiatt tudtam ott lenni a válogatón. Úgy érzem, hogy magabiztosabb lettem, amikor beszélek mindenképpen, meg hogy előtte sem voltam egy ijedős, hogy mit tudom én, ott van 50 ember, és akkor úristen, de most meg már pláne, hogy nem. Ezen a nemzetközi fórumon is erről beszélgettünk, hogy mi értelme van a vitának. És aztán az amerikai professzor mondta, hogy igazából a vitának az is az értelme, hogy amikor megadják ezeket a témákat, akkor az ember felkészül. És tényleg is belegondoltam, és amikor mi is az Európai Unióról vitatkoztunk, akkor nagyon sok mindent átolvastam, és tényleg olyan dolgokat tudtam meg, és kezdtek el érdekelni, amire előtte nem is gondoltam volna, és ez mindenképpen egy nagyon hasznos dolog. Nem szeretném abba hagyni ezt a vitázást, és a CEU-n egyébként van keddenként egy ilyen másik formátumban, a British Parliamentary formátumban van egy ilyen vitaklub, és szerintem arra mindenképpen el szeretnék járni egy párszor. Meg hallottam azt is, hogy lesz itt Magyarországon ilyen angolul World Schools formátumban egy ilyen verseny, így párszor szombaton kerül majd megrendezésre, de ennek még nincsenek meg a pontos részletei, de arra is mindenképpen szeretnék menni a csapattal, akikkel ott voltunk a szóvalon is, és egyébként mindenkit biztatok, hogy jöjjön erre a verseny, mert nagyon jó lesz.